Ismét megrendezték az Ápolás ezer arca című ápolás szakmai napot. A rendezvénynek az Ady Endre könyvtár adott otthont, ahol a résztvevő szakdolgozók a szakmai ismeretek mellett fontos kreditpontokat is szerezhettek. Szabó Zsolt 60 város polgármestere köszöntő beszédében méltatta az ápolók lelkiismeretes munkáját, majd kiemelte, az év minden napján ők azok, akik csöndben és szerényen segítik a betegeket és az orvosok munkáját. Mi 60-ban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van egy kórházunk, egy jól működő kórházunk. Egy ilyen szakmai nap, egy fényes nap, talán az év legfényesebb napja, hiszen olyan új dolgokról hallhatunk, és olyan új dolgokról beszélhetünk, amit egyébként másütt nem kapnánk meg és nem hallanánk. Dolgozni minden nap az monoton. Önök ezt nagyon jól tudják, hiszen állandóan talpon vannak, ott vannak. Viszont ezt egy kicsikét áttekinteni szakmailag, rendszerbe látni, fölülről rálátni dolgokra, merre tart a világ, ez egy fontos dolog. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a szakmai napot, ahol még az ápolók dala is elhangzott, amelyet Szabados Ágnes gyógytornász adott elő. Rendezvény, ami nem csak a mi kórházunkat érinti, hanem egy olyan fórumot, lehetőséget biztosít itt a megyében, vagy akár országosan, vagy itt a régióban, ahol más egészségügyi intézmények is megjelennek, akikkel azért nap mint nap, valljuk be őszintén, szakmai kapcsolatban állunk egymással, és én azt gondolom, hogy ez a fórum lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit személyesebb, közvetlenebb legyen ez a kapcsolat, és esetleg, sőt, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy tudunk is egymástól tanulni. Vörös Marti Attila, a 60-i kórház megbízott ápolás szakmai igazgatója, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökségi tagja elmondta, ebben az évben is sokan jelezték, hogy szeretnének részt venni az eseményen, nem csak vendégként, de előadóként is. Közel 130-an érkeztek a Heves megyei egészségügyi intézményekből. Ez egy találkozóhely. Itt nagyon sok régi ismerős Heves megyéből találkozik, és így tudnak eszmecserét folytatni egymással. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy kulturális programok is megjelenjenek a szakmai napon. Széles sávban próbálták meg bemutatni a szakdolgozókat. A gyógytornásztól a dietetikusig mindenki megmutathatta a tudását. A kanadai triázsrendszerről, mozgásterápiákról és a 60-i kórház egységes ápolási dokumentációjának bevezetéséről is szó esett ezen a napon.